Szeretettel köszöntöm az Érhangja Televízió kedves nézőit. Érték a magazinunkat láthatják, amelyben ma két nagyszerű kötet szerzőivel fogunk megismerkedni, innen Bors községhez tartozó Nagy Szántóról. Mellettem láthatják is Fábián Tiborról van szó. Üdvözlöm, Tibor! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, hogy fogadott itt minket a Nagy Szántói papi szolgálati irodában, mert hogy ön jelenlegi hivatása szerint lelkipásztor. Így van. A könyvek megismertetése előtt ön, mint szerzőt is mutassuk be kicsit a kedves nézőknek. Ugye lelkipásztorok, most egy kicsit humorosra fogom, de hogy ahhoz vannak szokva, hogy van egy nagy könyv, ami őket vezeti. Ön viszont most ön írt könyveket. Milyennek a gyökere, az indítatása? Honnan jön ez az írói véna? Attól függ, hogy honnan közelítjük meg hogy mennyi időnk van. Próbálom dióhéjba sűríteni a dolgot. Valamikor óvodás, kisiskolás voltam, amikor megírtam, vagy talán az a helyesebb kifejezés, hogy megrajzoltam az első újságomat. Emlékszem a nevére is, Rugó volt a címe, fogalmam sincs, hogy miért éppen ezt a címet választottam. A lényeg az, hogy egy grafitceruzával gyönyörűen megrajzoltam egy kétoldalas újságot, és ez az első emlékem, ami az íráshoz köt. Aztán persze egy nagy olvasó gyerek voltam, aki szerette minél hamarabb elvégezni a kinti, kerti, udvari munkákat, és rohanni be a megkezdett könyvet folytatni. És ahogy növekedtem, jött a késztetés, hogy akkor ne csak olvassak, hanem írjak is. Először az újságírás következett, még ifjúkoromban el is végeztem a nagyváradi Ady Endre sajtókollégiumot. Több éven keresztül újságíróként is dolgoztam, rádiós is voltam, és majd csak ezt követte maga a teológia, teológiával való kacérkodás és ismerkedés, és maga a lelkészi munka. És innentől kezdve azt mondhatom, hogy ez a kettő, az újságírás és a lelkészi szolgálat egymást kiegészítően és párhuzamosan haladt tovább. Aztán volt egy olyan gondolat, még akkor 5 évvel ezelőtt egy másik gyülekezetben voltam, amikor arra gondoltam, hogy jó lenne ezt egy kicsit komolyabb formában tovább vinni, mármint az írást, és jöjjenek a könyvek, jöjjen az írói megmutatkozás, és ezt közöltem is a feleségemmel. Én úgy emlékszem, hogy talán egy látványosan legyintett is erre a kijelentésre. Mondta, hogy hát egy újabb hobbi, egy újabb hóbort talán a férje részéről. Aztán eltelt egy ilyen jó 5 év, és akkor immáron több kötetes író voltam, több helyen irodalmi lapokban jegyeztek, jelentek meg novelláim, és egyszer azt mondta a nejem, hogy emlékszel, amikor ezt a dolgot mondtad, és én megcsináltad. És ez annyira jól esett, azóta sem felejtem el ezt az elismerést. Szóval valahogy így kezdődött ez az egész, és azóta is tart. Két olyan kötete jelent meg a közelmúltban, 2021 őszén, amelyek új témájukat, mint műfajukat tekintve erősen eltérnek egymástól. Annyi közös van biztos bennük viszont, hogy valamelyest a mindennapi, vagy nem a mindennapi, de hogy a világban jelenleg folyó jelenségekhez köthetőek, vagy valamikori jelenségekhez köthetőek. Ugye vegyük azt akkor elsőre sorra, amelyik történelmileg mondhatni régebbi eseményekhez köthető. Ugye ez a Ceausescu elvtárs pajtás a című szatirikus műve. Ugye nekem, mint azután a korszak után születettnek, nem sok kötődésem van ahhoz a korszakhoz. Nem éltem benne, én is csak történeteket hallottam róla. Kiknek szól ez a könyv? Hát én például, ha elolvasom, akkor mit tudok meg ebből a könyvből, arról az időszakról, arról a népvezetőről, arról a figuráról, aki a központi alakja ennek a könyvnek? Egy olyan szerző, egy olyan író, aki a marketingre is figyel, egy ilyen kérdésre azt szokta válaszolni, hogy
6 éves kortól 99 éves korig bárki kézbe vett és elolvashatja a kötetét. Pont jó, a kettő között vagyok, teljesen jó. Tehát tulajdonképpen a viccet félretéve azt mondhatom, hogy egyfelől azoknak a generációknak, akik kifogták ezt a korszakot, benne éltek, 89 előtt születtek, és valóban több-kevesebb évig ebben a korszakban telt az életük, számukra is fontos találkozni, visszaemlékezni erre az időszakra, hiszen azóta eltelt több mint 30 év, és teljesen megváltozott az életünk. 2022 is, illetve a 21. század, ez teljesen másról szól már, mint 89 előtti időszak. Tehát ilyen szempontból egy nagyon jó emlékezés és emlékeztetés, méghozzá olyan formában, hogy nem egy bántó emlékezés, és itt jön segítségül a humor, a szatíra, mert elég fájdalmas lenne enélkül emlékezni, hogyha mindenki csak a keserű, rossz emlékeket látná ezeken az oldalakon. Valóban azok is ott vannak, viszont humoros formában öntve. Nekem ebben a tekintetben Jaroszláv Hašek Švejke volt az irányadó. Ez volt az, aki úgy elindított ezen az úton, ezen a gondolatvilágban, hogy kellene egy ilyen svejkies jellegű szatírát írni a Ceausescu korszakról is. Emlékezzünk erre is, most már megtehetjük, és fontos ez az emlékezés másfelől a fiatalabb generáció számára is, akik valóban nem ebben a korszakban születtek, hallottak róla, egyre kevésbé foglalkoznak ezzel az időszakkal, meg találkoznak ezzel az időszakkal, talán még néha a szülő, nagyszülő még elmond egy-egy történetet, egy-egy anekdótát, itt-ott látnak valamit a médiában, de egyre kevésbé igaz ez. És számukra is úgy próbáltam megírni ezt a könyvet, hogy az ifjúságnak, a fiatal rétegnek is egy fogyasztható könyv legyen. Köszönjük szépen akkor a nevünkben is, ha mondhatok ilyet. Említett azt, hogy a médiában találkozhatunk ennek a korszaknak a különböző szeleteivel, az ezt illető tudnivalókkal, de hogy még benne dolgozóként is nekem az, hogy mit látok a médiában, gyakran megkérdőjelezhető, illetve meg is kérdőjelezem. Mennyiben támaszkodik az önkönyve, az elvtárs pajtás reális történésekre, és mennyiben fikció, mert nyilván fikcióból is van benne? Igen, ez egy jó kérdés. A kettő jelen van, mind a kettő jelen van, fikció és történelem. Párhuzamosan halad a kettő. Egyfelől egy nagyon komoly kutatómunka előzte meg ennek a könyvnek a létrehozását, amely egy olyan 5 évig íródott. Elkezdtem egy olyan 5 évvel ezelőtt, megálltam, nem volt egy könnyű folyamat, pont éppen amiatt, mert hogy valóban azt akartam, hogy történelmileg is hiteles legyen mindaz, amit leírok, másfelől pedig ott legyen természetesen a fikció is, tehát egy történetmesélés. Nagyon érdekes volt az, hogy számos anekdótát, zömében nem ismert és nem közismert anekdótát, történetet sikerült felkutatni, azzal a korszakkal, azzal az időszakkal, az életünkkel kapcsolatosan. Ezek tehát nem voltak közismertek, ezeket beépítettem a könyvbe, ezek folyamatosan megtalálhatók, ott vannak. Van egy-kettő olyan is, amely közismert, és fontosnak tartottam, hogy bizonyos történelmi adalékok is jelen legyenek, éppen azért, mert egyfelől szórakoztatni is akarok az olvasása által, másfelől pedig azért olyan közismert adatokat szerettem volna belérejteni, elrejteni a sorok közé és az oldalakra, hogy magával a korszakkal, annak a történéseivel is ismerkedjen az olvasó. Ott van a Ceausescu elvtárs pajtás mellett ugye egy másik kötet, a Guyana szörnyei, amit szintén az ön neve fémjelez, ami pedig, hát nem is tudom, misztikus kalandregénynek mondható?
Igen, így határoztam meg. Igen, és ugye a jelen életünkkel közös szál, az egy vírus, ami alakítja, új utakra viszi a cselekményét a könyvnek. Ez egy reális dolog, hogy önt a világjárvány ihlette erre a könyvre, vagy már hamarabb elkezdte a könyvet írni, és közben úgy hozta az élet, hogy hoppá, egy világjárvány közepén találtuk magunkat. Még volt előbb a... Igen, most egy kicsit el kell gondolkodjak magam is. 2020 nyarán íródott a Guyana szörnyei, méghozzá egy történelmi drámát követően, amely, és ezzel megint csak visszatérünk a Ceausescu korszakhoz, a Ceausescu házaspárról szól, mégpedig 89. decemberének, az ő életüknek az utolsó két napjáról. Egy nagyon nehéz időszak, maga a műfaj sem könnyű, és amikor befejeztem a drámát, akkor azt mondtam, hogy hát jó lenne valami könnyedebbel folytatni, valami könnyedebb írásművel pihentetni magamat, mint szerzőt, mint írót. 2020 nyarát írtuk, hát benne voltunk már akkor a vírus időszakában, úgyhogy minden bizonnyal ez is befolyással volt rám a témaválasztásra, meg azt, hogy maga a vírus, mint olyan megjelenik a kötetben. Nagyon érdekes volt, mert úgy bennem volt az, hogy egyfelől szeretek a műfajokkal játszani, újabb és újabb műfajban szerzőként, íróként kipróbálni magamat. És azt mondtam, hogy na, akkor próbáljuk meg a zsáner irodalmat, a könnyedebb irodalmat is. Lássuk ezt a műfajt, hogy mit tudok alkotni, mit tudok felfedezni magam számára, illetve ezen keresztül az olvasónak. És azt mondtam, hogy hát annyi hollywoodi film van, annyi ilyen érdekesség, amit látunk, figyelünk, hát akkor próbálkozzak meg én is egy zombi regénnyel. Így indult, ez volt a kiindulópont. Aztán úgy szépen lassan finomodott azért, élő halottakká, tehát ezek kergetik benne a túlélés reményében lévő főszereplőket. Egy interjúban megkérdezték tőlem, hogy ugye nem az ezredik zombi regényt akartam megírni. Telített a piac, arra utalt ezzel a kérdező, és valóban ahhoz, hogy valami újat tudjon mondani az ember, hát az egy nagyon nagy kihívás valóban a szerző számára, hogy ne ismételje az előtte megjelent könyveket és történeteket. Én arra kérdeznék rá akkor, hogy mi volt ez az újdonság, amit ön bele tudott csempészni a Guyana szörnyeibe, hogy ne egy ezredik zombi regény legyen? Egyrészt szakítottam azzal a tendenciával, hogy amelyek folyamatosan szembe jönnek velünk filmekben és könyvekben is, hogy a főszereplő az egy izmos és mindenkit falnak vágó személyiség, akit úgy tátott szájjal tudunk követni. Itt most ilyen értelemben egyfajta szerzői kísérlet, játék is ott van, hiszen lelki pásztor, katolikus pap a főszereplő, ő meséli el a missziójának a történetét, hogyan esett, hogyan próbálta megvívni a túlélésért vívott harcát, és mégis próbáltam valahol önmagamat belevinni, az egyéniségemet belevinni, tehát próbálok újat mondani, és nagyon jók a visszajelzések, a legtöbben azt mondják, hogy végig borzongták a könyvet, különösen a második fejezetre igaz ez, és az is egy szándékos dolog volt, hogy két nagy fejezetből áll a kötet, a fejezetek pedig nagyon rövid alrészekből állnak, és mindig próbálom megtartani, fenntartani az érdeklődést. Tehát amikor az olvasó szinte úgy egy-egy keményebb, erőteljesebb, izgalmasabb rész után szinte hátradőlne, hogy na akkor most iszok egy kávét, akkor nagyon gyorsan megint történik valami. De egy jó filmsorozat. Így van, tehát konkrétan ilyen tekintetben azt mondhatom, hogy a hollywoodi forgatókönyvek voltak ilyen szempontból számomra az iránymutatók és a vezetők. Tehát próbálom folyamatosan fenntartani az érdeklődést és izgalomban tartani az olvasót.
Az is érdekesség, hogy valamilyen szinten talán bele is írtam magamat, arra figyelmeztetett egy olvasom, hogy ő úgy látja, hogy ez egy ilyen vallásos köntösben megfogalmazott kalandregény, misztikus kalandregény, hiszen a főszereplő az egy római katolikus pap, és úgy visszaolvasva a könyvet azt láttam, hogy itt-ott azért, minthogyha én is belebeszélnék, tehát valamilyen módon rólam szól, vagy talán magamról mintáztam ezt a főszereplőt. A lehető legtávolabbi helyszínre helyeztem a cselekmény folyását, a dél-amerikai kis Guyana országocskába, azon belül is pedig egy őserdőbe, ott folyik a túlélésért vívott harc az élőhalottakkal szemben. És nagyon érdekes volt maga az alkotási folyamat, mert annyira megragadott, annyira beszippantott ez a történet. Miközben én vagyok a történet mesélő, azt vettem észre, hogy ott járok, kelek, én is ott vagyok a főszereplőkkel együtt, én is egyikőjük vagyok, és valósággal borsódzott a hátam. Esténként, éjszakánként írtam, tehát szinte már félve közlekedtem a lakásban, hogy honnan ugrik rám egy élő halott. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt az egész folyamat, szinte magával rántott. Nos, hát erről szól ez a könyv. Nagyon érdekes, amit az egyik kritikus megfogalmazott a könyvvel kapcsolatosan. Ő azt mondta, egy debreceni újságírónő, hogy amellett, hogy azért nagyon távoli helyszín, egy olyan cselekmény, amivel legfeljebb horrorfilmekben, misztikus kalandregényekben találkozunk valóban, mégis ízig-vérig rólunk szól, mégis ízig-vérig ez egy kelet-közép-európai regény, és ez úgy számomra is egy érdekes megállapítás volt, mert azt jelezte, hogy miközben nagyon távol akartam menni arról az időszaktól, ugye 2020 pandémia, stb., mégis valahol ott van benne az életünk. És hát ugye maga ez a víruskorszak is arról szól, hogy valahogy túl kellene élni. Tibor, ezek az ön első kötetei, vagy korábban jelent meg már könyve? Úgy esett, hogy ez a két kötet egyszerre jelent meg a Baróti Tortoma kiadó gondozásában. Ahogy mondottam, egy 5 éves folyamat volt a Ceausescu elvtárs pajtás, a szatíra, és 2020-ban íródott nyarán őszén a Guyana szörnyei, és a kiadó 2021 őszére jelentette meg tulajdonképpen egyszerre mind a kettőt. Az 5. és 6. könyvem ez. Ezt megelőzően újságírói műfajokban jelentettem meg könyveket, 2008-tól kezdődően interjúkönyvek, jegyzett válogatások, ezek voltak főleg az első 4 könyvemnek a mondandói. A legsikeresebb könyv, hogyha életek ezzel a kifejezéssel, az a 2020-ban megjelent Ilyenek voltunk című tárca novellákat, egy tárca novella sorozatot tartalmazó kötet volt. Sajnos nagyon kis példányszámban, egy független kiadó gondozásában. Az az érdekesség, hogy azóta is bármit írtam és írok, mindenki ezt a könyvet keresi. Tulajdonképpen már nekem sincs belőle példányom. És ez is, ezzel a könyvvel is visszatérünk a 80-as évekhez. Érdekesség, ez is én is ezt állapítom meg szerzőként, hogy a legtöbb írónak azért van egy kedvenc időszaka, amely mellett vagy amelyben letáborozik. Ez főleg a történelmi regényekkel foglalkozó íróknál figyelhető meg, hogy mondhatni specializálja magát így egy erősebb kifejezéssel egy bizonyos korszakra, évszázadra, stb. Én ilyen módon elmondhatom azt, hogy talán a 80-as évek az, amely mellett úgy leültem és ücsörgök talán még azóta is. Ez az Ilyenek voltunk című könyv egy önéletrajzi illetésű kötet. 15 éves voltam 89-ben a rendszerváltás időszakában, és az azt megelőző, főleg az azt megelőző életünkkel foglalkoznak ezek a kis rövid történetek, és az az érdekesség, hogy az én generációm, vagy a nálam idősebb generációk a mai, hát eléggé rideg
gyorsan haladó, rohanó világot élve, jól esik számukra nosztalgiázni, emlékezni, és talán ez adta ennek a könyvnek a nagy-nagy sikerét. És ez a siker azért szinte minden napra jut egy-egy érdeklődő, hogy lehet-e kapni, nálam van-e még, mikor jelenik meg, stb. Szóval tényleg van egy komoly, folyamatos érdeklődés iránta. Ez adta azt a gondolatot, elgondolást, hogy akkor szintén a Tortomag kiadó gondozásában legyen egy második és bővített kiadása, ha minden jól megy, akkor ez év tavasszán az Ilyenek voltunknak. Na hát ez remek hír akkor a további érdeklődőknek. De köszönjük szépen akkor ezt a két remek ajánlást a két különböző kötetre, és akkor várjuk a tavaszi friss gyümölcsöt, vagy frissített gyümölcsöt, a korábbi kötet bővített kiadását. Köszönjük szépen, Tibor! Köszönöm szépen a lehetőséget! Köszönjük szépen a kedves nézők megtisztelő figyelmét is! Keressék Fábián Tibor két megjelent kötetét, a Ceausescu elvtárs pajtást és a Guyana szörnyeit, a Libris Antica és az I.S. könyvesboltokban. A viszontlátásra!